Üdvözlöm a kedves nézőket! Nem véletlen, hogy ennyire be vagyok öltözve, hiszen egy téli időszakban horgászok, jobban mondva pergetek éppen. Sokan tévesen hiszik azt, hogy a halnak levermelnek, és teljesen leállnak a táplálkozással. Ez nagyon nem igaz, és nem csak a ragadozóra, hanem a békés halra sem igaz. Igazából a legnagyobb ok az, hogy nem horgászunk, hogy nagyon hideg van, és hát jól be kell öltöznünk, áthidalhatjuk ezt a problémát. Hát én is így teszek most, egy igazi téli időszakban vagyok, ha bár egy kicsit változatos időjárásba. De el is mondom ennek a lényegét talán előjáróba, hiszen ez egy nagyon fontos szempont a horgászat szempontjából. Nagyon sokféle dolgot figyelünk meg e, horgászatkor, most beszélve természetesen a ragadozó horgászatról, ami az én kedvencem, hogy milyen szituációk vannak, miket kell figyelnünk. Kell figyelnünk az, hogy a vízállását egy adott víznek, most éppen a Dunán vagyok, de beszélhetnék a Tiszáról is, hiszen most általánosságon beszélek a téli pergető horgászatról. Tehát nagyon fontos a vízállása. A víznek a zavarossága, Pontosak az időjárási körülmények. Na nem azért, hogy ha esik, akkor én nekem kellemetlen. Lehet, hogy pont az a jó, ha esik, ugyanis akkor érkezik egy melegfront, és a melegfront az pozitív hatással tud lenni a lak étvágyára. Na és itt, itt térek már is ki, például a harcsára, hiszen egy nagyon-nagyon erős melegfront olyan táplálkozási kényszert ö, ad a harcsa számára, ami alatt mi hihetetlen módon elkezd táplálkozni, ugyanolyan, mint egy gyári áradás. Volt ismerősöm, aki télen gumihalazott, és úgy leszippantotta neki a csalit, hogy a kopótyú ív alatt ki is repült neki, és ez nem csak egy egy darab egyedi volt, hanem aznapon többen fogtak harcsát. És ez pont egybeesett egy igazi, nagyon-nagyon erős melegfronttal. Tehát a melegfront nagyon-nagyon jó. A melegfront meg egy együtt jár nagyon sokszor a csapadékkal is. Hogyha elsős csapadékos időjárásunk van, az jót tesz a dolognak. A másik, amit még talán ki tudok emelni, vagy beszélni is róla, az a fényviszonyok. Vagyis hát beszélhetünk luxról is, hiszen a fényt az luxba szoktuk mérni, hiszen én is fotózom, és a fénymérés az luxban történik. Természetesen nem tudjuk azt, hogy a, ott, ahol van a hal, éppen ott mennyi lux jut le, de ez függ attól, hogy mennyire tiszta a vízünk. Tehát egy nagyon tiszta vízben, például Dunán hihetetlen tiszt, le tud tisztulni téli illetve egy tűző napsütésben, oda kell figyelni a dolgokra, hiszen akkor a halnak is lehet, hogy zavaró. Bár megint egy ellentmondásba tudok keveredni, hiszen volt, hogy egy ö, két méteres vízbe, ilyen szituációban egy tízes süllőt sikerült fogni. Tehát a, ami minden igaz és ellenkezője is szoktuk erre mondani, ez egy nagyon nehéz így törvényt felállítani, de ez is egy fontos szempont, hiszen akkor általában azért sötétebb tónusú csalikat érdemes használni a napsütéses, tiszta vízen. Ilyenkor ezt szoktuk preferálni. Manapság a pergetéshez nagyon sokféle botot kaphatunk, és ezek közötti eligazodás pont ezért egy kicsit bonyolultnak tűnhet. De nem olyan bonyolult ez a dolog. Ha éppen a vizárt botokat most kiemelném, akkor tudok mutatni rá olyan példákat, ami megmutatja, hogy mi miért jó. Hát most éppen a Dunán vagyok, ide tíz 30 gramos csalikat kell, hogy dobáljak azért, hogy szépen meghorgásszam a pályát. Ezért most, ahogy említettem, a Vizát márkám belül választottam egy Samurai Spin botot. Ennek, az az előnye ennek a botnak, hogy kétféle hozban kapható. Tehát, ha valaki a rövidebb botokat kedveli, vagy éppen csónakos horgász, az a 2 méter 10 cent is választhatja, de hogyha szeretné, akkor van itt egy 2 méter 40-es változat is. Sok botnak egyébként a hosszal változik a dobósúlya is. A vizárd márkán belül ennek az az előnye, hogy mind a kettő, ami a kezemben van, 7,35 35 g -os. Látszik, hogy egy balinos csali van a hosszabb botot, hiszen a balinhoz általában azért tempósabb horgászatot kell végeznünk, jobb, ha hossza húzzuk a csalit, illetve nagyobbakat kell dobni, hogyha megtaláljuk a balin csapatot. Tehát akkor szoktam ezt használni, de hogyha valami gubanc van ezzel, tehát ha véletlenül beszakadok, ami ugye csak előfordulhat, akkor itt van tartalékként a másik bot, és ezzel a 2,40-es bottal is elboldogulok, hogyha azt érzem, hogy tényleg jó helyen vagyok, és ott van a hal, meg kapás időszakban vagyok, akkor nagyon fontos, hogy gyorsan reagáljunk. Mit kell még erről a botról tudni? Nagyon kézzel én nekem látszik, hogy pont méretes, hiszen a könyökömig ér pont a vége, tehát nagyon kényelmes ez a 2-10-es bot. Számomra 9 darab sziggyűrű van rajta, ami segít abban, hogy a bok karakterét kihasználjuk maximálisan. nagy vonalakban ennyit lehet így elmondani egy ilyen botról. Talán még azért a ósóra is térjünk ki egy szösszenetre. Sokan kérdezik azt, hogy 2000-es, vagy 3000-es, vagy 4000-es. Én azt mondom, hogy egy ilyen típusú botra ez a 4000-es orsó tökéletes lehet, hiszen a zsinórból 8-as, maximum 15-ös, bőven elegedő erre a botra, de talán, hogyha tudok ajánlani, akkor egy 10-es fonottat bártam menek ajánlani erre a botra, akár zöld vagy sárga színű, attól függ, hogy mit szeretnénk meghorgászni, tehát hogyha plastikcsal is horgászatot részesítjük előnybe, akkor a sárgát javaslom, ha pedig éppen balinozunk, vagy félünk a sárgától, mert ilyen is előfordul, akkor használjuk a zöld variációt. Az orsó az egy vizád egy orsó jelen esetben, ami kiváló fékkel rendelkezik, gyönyörűen rakja a zsinórunkat, ami fonott zsinór esetében elengedhetetlen. Ezzel az összeállítással bátran mehetünk a rendkívül jó erőben lévő Dunai süllők ellen. ahhoz, hogy tudjuk és megértsük, hogy milyen típusú csalit kell ebbe az időszakba használnunk, fontos megértenünk és tudnunk azt, hogy hogyan viselkedik egy ragadozó ebbe az időszakba. Beszéltünk már a, a időjárás és egyéb körülményekről. Most beszéljünk inkább arról, hogy miért és merre mozog ezekbe az időszakokba. Azt tudjuk, hogy mélyebben járnak általában, de ez nem azt jelenti, hogy nem jönnek néha föl szélvízre. A koratéli időszakban még érdemes, akár éjszaka is, sőt, leginkább éjszaka a szélvizeket meghorgászni. Például itt ezen a Duna szakaszon is, ahol vagyok, egy ruganyra, hogyha kiülünk, még igen, télen ruganyra kiülünk, még jó esélyünk van sülőt fogni, sőt, Kapitális hüllők gyakran esnek el ezekben az időszakokba. Egyébként meg figyelni kell azt, hogy az egyéb halak merre tartózkodnak. Ugyanis a, mivel táplálkozik a süllő is, szeret olyan helyeket felkeresni, ahol azért el tud csípni egy-egy táplálékhalat magának. Az első példára a wobbler tudnám említeni, hiszen azt a wobblerrel tudjuk megoldani, az, hogy kiülünk egy rugany szélre, mondok egy ö, szalmó, ö, executor ö, kiváló lehet a fel, feladatra, vagy még a hornetet is ö, ide raknám, hiszen az is egy nagyon-nagyon kiváló süllős cseli. Ha viszont lemegyünk már mélyebbre, ott is lehet wobblerrel ö, meghorgászni a pályát. Ö, hiszen ott van a, a Free driver kiváló süllős csali, szintén a szalmótól, az is nagyon, -nagyon jó lehet, azzal olyan 4-4,5 méteres vizet is meghorgázhatunk. Hát el sem akarom hinni komolyan. Erről beszéltem, hogy fölrakom, és a harmadik dobásra már is bejelentkezett egy, hát nem túl nagy süllő, de hát itt van. Szambó Freedriver. Ezt nagyon jó jegyezze meg mindenki ezt a nevet. Nekem is több sülőt adok már. És hát megint bejött a számításom. Mindjárt kiszabadítom ezt a kis süllőcskét, ettől a horogtól megszabadítjuk, meg a wobblertől. Hát ez a wobblernek az előnye, hogy itt aztán akad minden, de már csak egy szára fogja, mindjárt megszabadítjuk tőle. Íme ez a gyönyörű süllő, kifeszíti magát. Mint a nappalinál is említettem, hogy ezt nagyon imádom. Vissza is engedem egy ezt a süllőt, és elmondom, hogy hogy volt ez a fogás. Amíg be nem sötétedik teljesen, és akkor már zavarna ez a fény, ami a kamerának kell, addig elmondom, hogy hogy is lehet ezt tényleg megoldani, ezt a mére törő woblerre. Látszik, eldobtam, szépen lassan elkezdem vontatni, inkább csak úgy tartom egy helybe, hogy a sodrás belehúzza tényleg a mélységbe, megfelelő mélységbe. És viszonylag mély vizem lehet, már mondom, hogy szintén fogalmam, én csak így kapásból ránézésre gondoltam az, hogy ez itt jó lehet. Egy külső ízen vagyunk, egy ilyen kőkupac van, a... és akkor most értem el a követ, ilyenkor azt kell tennem, hogy megállok vele egy picit, visszengedem, ilyenkor följön szépen, megint húzok rajta, egy picit más helyen fog ilyenkor eljönni is, és akkor szépen óvatosan ott, mint a úgy úgymond, szépen átfizsgálom a kövezés, hogy lakik -e ott süllő. A süllőre szintén kiválók ezek a 9, 10, akár 12 centis plastikcsalék, nagyon-nagyon sok különbség nincs a nyári és téli horgászat között, talán annyi, hogy a nyári ö, időszakban jobbak ezek az agresszívabb mozgások, tehát az, hogy sokkal gyorsabban lekoppan a csalink a téli időszakban, viszont jobb a szép, lassú, lassan beülő csalik. Vagy például említhetném a kősüllőt, ott, ott már nem ezek a 9-10-12 centis, hanem az apró csalik jöhetnek szintén a téli időszakban be. A téli időszakban ráadásul sokkal nagyobb bandákba találjuk meg a kősüllőt, nem véletlenül nem nevezik egyébként bandárnak a kősüllőt. Azért mutatok itt példát is, hogy milyen csalik lehetnek jó, hiszen most is vannak nálam apró, de annál kiválóbb ö, csalik. Na nézzük is ezeket a kősülős csalikat, hiszen a Vizárd márka alatt nagyon sok kiváló, apró csalit találunk. Itt van két Vizárdos kis dobozom, amiben van egy ilyen Vizárd Lárva elnevezésű csali, egy ilyen kis ö, apró lárvára hasonlító ö, kis plastik csali, ami igazán kisebb szájú kősülőnek Kiváló lehet. Vagy amit például szeretek, kettő Csali, ami számomra is nagyon-nagyon kiváló volt. Az egyik az a Peddelminov névre hallgat. Ráadásul ebben van ez a zöld és pöttyes, fekete pöttyes mákos színű, vagy a van a Harpex elnevezésű, amely egy ilyen apró tiszter, ez is egy nagyon-nagyon kiváló csali lehet kősülőre. Itt még meg kell említeni, hogy azért kell megfelelő is a szerelékhez. Itt a Wizard Edge Pro-t tudom ajánlani. Egy nagyon kiváló minőségű horogra van öntve ez a jigfej. és egy olyan 7 g terjedő méretsorral rendelkezik ami a 7 g-mal már egy megfelelő finom pálcával meghorgázhatjuk a mélyebb vizeket is. vannak az akadós részek. A akadós részek sokszor azért is érdekesek, mert ha, tisztában víz, és van egy fa benne, azt a fát bármennyire is furcsa, egy a napsütés picit melegíti. És a környéken a víz egy nagyon-nagyon picit, egy, tényleg egy tized fokkal talán melegebb. Na ez pontosan lehet, hogy oda szippantja a, a békés halakból párat, ez meg oda szippantja a ragadozót. Tehát érdemes ezekbe az akadókba horgászni a téli díszokban is. Téli időszakban azért nem olyan könnyű meghorgászni egy ilyen a nagyon akadós fás pályát. Ehhez nagyon sokszor elmondtam már, hogy szükséges cseburaska. Ez most ajánlok egy új cseburaska fejet, ami hosszúkás forma, és ezekre a floating plastikokra kiváló, hiszen az, hogyha leengedjük ezt a Csaburoska ez biztos, hogy talpon fog megállni, hosszú a formája, így átsiklik ö, könnyedén a akadók között. A másik, meg hogyha egyszerűbbre szeretnénk venni a figurát, és nem akarjuk még ezt a cseburaskát sem szerelni, de azért jó lenne, az a csuklós lenne, meg van, lenne nekünk ö, úgymond offset horgunk. Na, itt van a kezemben ez a Bullet Pro nevezetű szintén vizár termék, ez annyit tesz, ez a Bullet Pro, hogy van egy offset horog, amire direktbe rá van öltve egy ilyen puskagolyó formájú ólom. Így egy egyben megkapjuk ezt a szereléket, nem kell külön cserélgetnünk. Ha valaki így szereti, annak ez is egy nagyon-nagyon jó választás lehet. Kellenek azok a 7, 8, 9, 10 centis csalik rá, és már is mehetünk a ragadozók ellen. A fáknak a sűrűjéből egy újabb sűrű került elő. Ha megnézzük a partot, akkor látszik, hogy egy olyan részen vagyunk, ahol be van szakadva úgymond a part, és ezekből a fákból került bőven ide-bente is, hogy pont ezért kell ilyen offset rendszerrel horgásznom. Na, hát ilyet is régen látok, vagy ritkán látok, nem régen, ritkán látok, meg régen is láttam már ilyet, hogy alulról fogja meg a horog. Valószínű azért volt, mert nagyon magasan kellett átemelnem az egyik fán, és hát a... már előbb vártam, hogy átemeljem, és akkor ahogy átemeltem, onnan csípte meg. Na, beszéltünk már a harcsáról, beszéltünk a süllőről, a kősüllőről, de még egy nagyon-nagyon fontos téli halunk van, ami ráadásul azért különböző horgász módszert kíván meg, ez nem más, mint a balin. Hát a balin esetében is tudok mutatni alternatívákat. Na, jól láttam, itt is van pont mellettem a csali, gyorsan el is nem magam mellől, ez szintén a vizárnak a terméke. Ha megnézzük, ez egy hal formájú és eszköz. Ez egy, éppen egy 18 g-os súlya rendelkezik, hátán van a beakasztó füle, és van a végén ez a kis, kis villantó rész. Annyit tesz, hogy ezt úgy tudjuk vezetni, hogy egy picit remegni fog nekünk, vízszintesen fog jönni ez a csali, és az a villantó rész meg szépen ingerel még pluszba balinokat vagy akár egy pilker is kiváló, például vannak ezek a szalámi elnevezésű csalik. Minden van nálam, tehát mindenre készültem most is, hiszen mindig fel vagyok készülve, akár süllő, akár ballin, akár külső legyen, de itt van már is a kezembe az a Bizard Slice elnevezésű csali, ez is egy nagyon-nagyon kiváló csali lehet balinra. Na no, de azért nem mindegy, hogy hogy használjuk, illetve milyen helyeken ezeket a csalikat. Hiszen itt azért nem az akadóba kell horgásznunk, ez azért már a csali is mutatja, hiszen ez, ezzel a csalival rögtön elakadnánk az akadóba. Keressünk -e olyan nyugodt vizeket, inkább olyan kicsit meglassult homokpadokat, mondjuk a Dunán két rugany közötti részt. Hát most itt könnyű elmondani, hogy amit felkeres a balin, de ezt úgy tudjuk felderíteni, hogy tényleg horgásszuk ezeket a pályákat végig ezekkel a csalikkal. A lényeg, hogy mondjuk egy folyó vize, úgy horgásszuk ezeket meg, hogy a vélt hely mellett szépen csorogjunk el, és a folyóba, keresztbe dobáljunk, és hát mint egy, egy a folyásnak, tehát most van így a folyásunk, és így vezessük keresztbe a csalit szépen. Ha végig pásztázzuk ezeket a helyeket, előbb-utóbb biztos, hogy rátalunk valami balinba, vagy ha szerencsénk van, akkor egy balin rajba, hiszen nagyon kiváló ö, csalik ezek, és a kezünkben ott van a, a, ez a veszélyes fegyver, ha így tetszik a balinok ellen, csak meg kell találnunk azt a balint. Természetesen nem a víz felső rétegébe kell vezessük, ők legjobbak egyébként ez a két-három méter mély ilyen lapályok. Ott azért úgy, ha félvizen elvezetjük, azért nagyon sokszor számíthatunk kapásra a esetében. Ennyi volt ez a mostani anyag. Remélem sikerült olyan érdekes dolgokat, talán újdonságokat mondanom, amelyeket alkalmazva önök is el tudnak menni egy ilyen téli horgászatra, hiszen bármennyire is furcsa, a téli időszakban is nagyon élvetes horgászatban lehet részünk. Köszönöm szépen mindenki figyelmét, a viszontlátásra!